2005 óta támogatja a Szekszárdi önkormányzat azokat, akik még nem kötöttek rá a Szennyvíz csatorna hálózatra, de tervezik. Ez idén sem lesz másként, már lehet is pályázni. A megyei jogú városa a költségek maximum 70%-át megtéríti. Erről Gréci Félegyházi Gyöngyvér, a helyi szociális bizottság elnöke beszélt sajtótájékoztatón. Alapvetően a szociálisan rászoruló családok részesülnek a támogatásban. Ugyanakkor, hogyha a pályázati összeg, keretösszeg nem merül ki, abban az esetben a többi pályázó is pozitív elbírálásban részesülhet. Pályázni tehát mindenkinek érdemes, a rendelkezésre álló keretet ugyanis rendszerint nem merítik ki a rászorulók. Fontos, hogy a már elvégzett munkát utólag nem téríti meg a város. Folyamatban levő, de még nem befejezett rákötésre viszont igényelhető a támogatás. Az elbírálás pedig a beérkezett pályázatok esetében kétszer történik, augusztus hónapban, illetve november hónapban, de a legvégső beadási határidő az 2022. november 15-e. A kérelem benyújtásához szükséges dokumentum letölthető Szekszárd honlapjáról, vagy személyesen is átvehető a polgármesteri hivatalban, hétfőn és szerdán reggel 8 és délután 3 óra között.